Dr. Váci János kettős szerepben is tájékoztatta a lakókat, hiszen fejlesztésért felelős alkpolgármesterként ő Virányos, Kútvölgy és Zugliget önkormányzati képviselője is. Az e-város részben élők az elkövetkező két évben sok változást tapasztalnak majd szűkebb környezetükben. Ezek közül a legjelentősebb a Moholy Nagy Művészeti Egyetem kampuszának felújítása, amely mögött kiemelt állami beruházásként több mint 10 milliárd forintos költségvetési forrás van. Az egyetemnek meg fognak újulni az épületei, és új épületek is kialakulnak egy ilyen modern, 21. századi innovációs, tudásközpont, kreatív ház, kreatív kampusz jön létre a Zugligeti úton. A Művészeti Egyetemhez közeleső, két éve átadott Szent Család játszóteret is rövid időn belül újjávarázsolja az önkormányzat. Másik nagy program a Lóvasút rekonstrukciója. A Zugligeti úti műemléki védettségű épület felújítására 600 millió forintot ad a kormány. És nem messze a Lóvasúttól, a Fácános épület együtteséből kettőt meg fogunk tudni csinálni, az úgynevezett Hildvillát, és itt egyébként létre fogunk tudni hozni egy természetvédelmi oktatási központot, amire szintén a magyar kormánytól 2 milliárd forintos támogatást fogunk kapni. Az alpolgármester a közbiztonság növelését szolgáló közterületi kamerarendszer bővítéséről is beszélt. Dr. Váci János azt mondta, hogy még ebben az évben 13-14 kamerával bővül a rendszer, és ezek túlnyomó többségét ebbe a városrészbe telepítik. A Virányos, Kútvölgy és Zugliget városrészekbe tervezett beruházások egy részét már idén átadják, de a szóba került fejlesztések mindegyike megvalósul két éven belül. Két éves lett a fővárosi közbringa rendszer, azaz a MOL-Bubi. Az almazöld biciklik a budapestiek körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, olyannyira, hogy a rendszer már 55 ezer regisztrált felhasználóval rendelkezik. Az elmúlt két évben pedig több mint 1,5 millió alkalmi bérlés valósult meg, mondta Szenecei Balázs, főpolgármester helyettes. Hozzátette, a MOL-Bubi sikerének köszönhetően a jövőben további fejlesztések fognak megvalósulni. Nem fogunk megállni ennyi dokkoló állomás és ennyi almazöld kerékpár megvásárlását mellett, hanem egyre inkább bővítjük a rendszert. Például 3 hónappal ezelőtt úgy döntöttünk, hogy további 705 millió forint értékben tovább bővítjük a MOL-Bubi rendszert. A szeptember végétől kezdődő új gyűjtőállomásokkal elsősorban a budai kerületeket célozzák meg, ahol összesen 13 új gyűjtőállomást hoznak létre. A 12. kerületben például a Városmajor és a Nyúl utca sarkán, a Szent János Kórház és a MOM Kulturális Központnál építenek új dokkoló állomásokat. A Bubit fiatalok és idősek egyaránt használják. A legidősebb bubizó 76 éves. Alig egy héttel telt el a helyi MOM sportos sportágválasztó kiötlése és megvalósítása között, ennek ellenére az intézmény népszerű családi napjára jelentkezők számát is felülmúlta a most első alkalommal megrendezett sportbörzére bejelentkező szülők és gyerekek száma. Nagyon sokan csak az úszodát kötik hozzánk, miközben a sportcsarnokban és a baletteremben, meg a műfüves pályánkon és az udvarunkon több mint 30 sportág képviselője klubja tevékenykedik. Kezdeményezés, hiszen olyan sportágokat szerepeltette az intézmény, ami itt megtalálható. Tehát szemben a nagy sportág választással ott még el kell jutni arra a szintérre. Itt ezen a szintéren most olyan sportágok vannak, amiben részt vehet majd később a gyermek. A Buborék úszóiskola nyáron a MOM sportban szervezett úszótáborokat, a jövőben pedig azon dolgoznak, hogy az oly népszerű vízilabdázáshoz megteremtsék a feltételeket. Az úszodán kívül a hétvégén 3 MOM sportos helyszínen tartottak bemutatókat, tájékoztatókat. A baletteremben több foglalkozás, illetve sportklub vezetője fogadta a gyermekeket és a szülőket, míg lenn a csarnokban egymás mellett több sportág képviselői is bemutatókat tartottak. Az egyik legnépszerűbb, de mindenképpen leghangosabb a Südi Iringó vezette táncos csapat volt. 4 éves kortól várjuk azokat, akik szeretnének táncolni nálunk, törpi dance-el indul a foglalkozások alapja, és ezek után lehet majd tovább lépni 6-7 éves kortól a latin formációs csoportokba. A MOM sport vezetői és munkatársai úgy tervezik, hogy a mostani sikeres sportbörzének mindenképpen lesz folytatása.